Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sajhó Zénó vagyok, főtéma egy néhány mondatban. Csontok, oktatás, haszonszerzés, emberi test illegális felhasználásával vádol orvosokat az ügyészség. Szakmaismereti rendezvényeket mutatták be Belgrádban, elismerést kapott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Sok világbajnokságra készül egy baranyai fiatal, támogatás kell a hátrányos helyzetű sakkozónak. 25 éves a festő és szobrászképzés ünnepi tárlata a Nádor Galériában Pécsen. Perbeszédeket tartottak abban az ügyben, ahol a vád szerint illegálisan használtak fel emberi csontokat oktatási célokra. A pécsi törvényszéken tárgyalt ügyben három vádlottat, két orvost és egy boncmestert tett, ezért felelőssé az ügyészség. A vádat elfogultság miatt a Tolna vármegyei főügyészség munkatársa képviselte. Csak az elsőrendű vádlott jelent meg a pécsi törvényszéken, abban a perben, amelyben egészségügyi szolgáltató alkalmazottja által a foglalkozása körében üzletszerűen elkövetett emberi test tiltott felhasználásának büntette, és más bűncselekmények volt a vád. A korábban klinikavezetőként dolgozó fülor GG szakorvos a vádirat szerint olyan kurzus szervezett 2019-ben, amelyben ilyen úgynevezett sziklacsontok fúrását gyakorolhatták az orvosok. A koponya alapi részen található a sziklacsont, melynek a belsejében helyezkedik el a középfül, a hallócsontok, és a belső fül, a hallás egyensúlyozás szerve. A szakorvosi vizsga követelménye, hogy ezen a koponya részen a műtéti eljárásokat ismerjék és gyakorolják a szakorvosok. Ehhez hullákból vett sziklacsontokat használnak. A vád szerint ezen a kurzuson nem a szabályoknak megfelelően szerezték be ezeket. Az elsőrendű vádlottnak ebben egy boncmester és egy másik fülorgégész segített. A vádlottak terhére ott emberi test tiltott felhasználása bűncselekmény, és szerintem ez az, amit még eddig nem tisztáztunk, azért valósult meg, mivel a sziklacsontok kivételének dokumentálása a vádiratban részletesen ismertetett jogszabályoknak megfelelően nem történt meg. És erre tekintettel az első és másodrendű vádlottak sem tudták jogszerűen igazolni a vitatott sziklacsontok megszerzését. Az ügyész szerint anyagi haszonszerzés motiválta őket. A vádirat szerint a boncmester darabonként 2500 forintot kapott a sziklacsontokért, az elsőrendű vádlott pedig felszámolta a kurzusra a jelentkezőknek ezt, 33 csontot biztosított személyenként a gyakorlásra, és 60 ezer forintot kért a kurzusért. Az elsőrendű vádlott terhére rója fel még az ügyészség, hogy VIP szobákat alakított ki a klinikán, és ezért anyagi ellenszolgáltatást kért a betegektől, akiknek a pénze az általa elnökölt alapítványhoz folyt be. Az elsőrendű vádlott védője egy tanúként meghallgatott patológus vallomását idézte. Soha egyetlen esetben nem. Jegyző könyvezi a sziklacsont kivételét a holttestből, és gyakorlatilag ez az elmúlt 40 év gyakorlatának megfelelő volt az előadás. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor itt óriási baj van, mert itt kéne üljenek a vádlottak padján a patológia munkatársai, az összes rezidens orvos, aki azóta már nyilván különböző klinikákon dolgozik, és a szakvizsgájához a három darab sziklacsont fúrás okán hozzájutott ilyen sziklacsontokhoz, és az összes tanfolyamnak, az összes kurzusnak a résztvevője. A tárgyaláson kiderült, hogy csak 2019 után szabályozták, hogy be kell kerülnie a boncolási jegyzőkönyvbe a sziklacsont kivételének. Korábban ez nem volt gyakorlat. A védő szerint a patológián dolgozókra vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a sziklacsont kivételének dokumentálását írják elő. Az oktatási célokra használt darabokról joggal feltételezhették az orvosok, hogy azok így lettek kivéve és kerültek át a klinikára. Ezért az elsőrendű vádlott felmentését kérte az ügyvéd. Így tett a másod- és harmadrendű vádlott védője is. A perbeszédek után ítélet két hét múlva várható, mondta a tárgyalást vezető bíró. Díjakat nyertek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs programjai. A népszerű szakmaismereti versenyeiket pedig bemutathatták a nemzetközi szakembereknek a kamara munkatársai. Belgrádban jártak egy konferencián.
Egy gépkocsi ajtaját szerelik ezek az általános iskolás fiúk a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Itt a Zsolnai Szakképző Iskola tankonyhájában pedig a főzéssel, vendéglátással ismerkednek a fiatalok. A szakmaismereti versenyeket már évek óta szervezi a helyi iparkamara az 5.-7. osztályos diákoknak, hogy segítsenek nekik a továbbtanulási döntésük meghozatalában. Több területet, iparágat megismerhetnek a tanulók, nem csak kettőt. Gépésszel, villanyász, autómánia, építésszel, idesüs és turizmusra. Ezekkel az elnevezésekkel indítanak minden évben szakmaismereti versenyeket a gépipartól kezdve a villamos szakmákon át a vendéglátás turizmus területéig. Ezzel a vetélkedős pályaorientációs programjukkal pályáztak a közelmúltban. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályázott a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatalnál működő Euroguidance Magyarország központhoz több kategóriában is, pályaorientációs szolgáltatásaival. Az idei évben felnőtt képzés kategóriában a 9 részes pályaorientációs podcast sorozatunkkal első díjat hoztuk el. Jó gyakorlatok kategóriában pedig külön díjasak lettünk. A szakmaismereti versenyeikkel, ezért kiutazhattak egy szakmai rendezvényre. A múlt héten a pályaorientációs csapatunkkal Belgrádban jártunk. A Euroguidance, mint nemzetközi pályaorientációs szervezetnek volt ott egy szakmai rendezvénye. Ez egy többnapos szakmai rendezvény volt, tulajdonképpen 4 napig tartott kedtől péntekig. És az első 2 napon konferenciák, illetve workshopok voltak, pályaorientáció, karrier, tervezés, karrier támogató témákban. Pénteken pedig egy komoly konferencia. És gyakorlatilag mi a csütörtöki napon főtitkár úrral és a pályaorientációs tanácsadónkkal tartottunk egy előadást és egy azt követően egy workshopot. Ezen bemutatták a szakmaismereti versenyeiket a nemzetközi szakembereknek. Nagyon jók voltak a visszajelzések, nagyon örülünk ennek, hogy tényleg nyitott fülekre talált maga ez a program, és nagyon örülünk, hogy az országban is ilyen elismerést tudtunk kapni. Egyébként korábban is nyújtottunk már be pályázatokat több szervezethez, és több szervezetnél is vagy jelölésünk volt egyébként díjra, vagy külön díjakat hoztunk el ezekkel a rendezvényekkel. Azt tudom mondani, hogy nagyon sikeresek évek óta ezek a szakmaismereti versenyeink, és úgy gondolom, hogy az a fókusza ezeknek a szakmaismereti versenyeknek, hogy közelebb hozzuk a fiatalokat a szakmákhoz. Valamint közelebb hozzák őket a gazdálkodó szervezetekhez, azokhoz a cégekhez, ahol majd munkát vállalhatnak ezek a fiatalok. Ezt szolgálják a gyár és üzemlátogatások a szakmaismereti versenyek első szakaszában. Az esemény szervezését, céljait, feladatait mutatták be a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai Belgrádban 20 ország szakembereinek a konferencián. Rövid híreink következnek. A nemzetiségi választópolgárok június 9-én választották meg nemzetiségük országos önkormányzatát is. A tisztségviselők megbízatása azonban csak október 1-én kezdődött. A görög, a horvát és a ruszin nemzetiség országos önkormányzatának alakuló ülését szerdára, az örmény és a roma nemzetiségét csütörtökre, a románét péntekre hívta össze az MVB elnöke. A jövő héten tartja alakuló ülését a szlovák, a bolgár, az ukrán országos önkormányzat, azután a szlovén, a lengyel, a szerb és a német országos önkormányzat tartja meg alakuló ülését. A felső légúti megbetegedések rohamos terjedése miatt megint kötelező lesz a maszk használat október 3-ától az Egyesített Egészségügyi Intézmények mindhárom telephelyén, a Pécsi Veresendre úti, a Lánc utcai és a Csontvári utcai rendelőintézetben is, tájékoztatott dr. Kovács Ágnes, az intézmény igazgatója. Egyre több a feltételezhetően covidos beteg, és ezzel az intézkedéssel az egészségügyi szakembereket is védi az intézmény vezetése, hiszen az ő munkájuk révén biztosítható az ellátás zavartalansága. Kivételes tehetségű, de hátrányos helyzetű pécsi tanulónak gyűjtenek a Tegyünk Együtt Jót Egyesület tagjai. A baranyai kisfaluból származó fiú amatőr sakkvilágbajnokságra készül Görögországba.
A regisztrációra pénz egy része már összegyűlt, azonban a bajnokságon való teljes részvételhez még tovább kell gyűjteni. Ez kérik a segítséget. Orsós Kristóf mindössze 2 éve tanul sakkozni. A Pécsi Kodály Zoltán kollégiumban Győri Gábor nevelő tanártól tanulta az alapokat, később pedig már komoly partikat is lejátszottak. Ma már megveri sakkban mesterét. Tavasszal országos bajnokságon vett részt a sakkozó fiú. Sokszor azért az eszembe, hogy mi legyen a következő lépés, és ez tényleg így van. Ellenben egy versenyen nem egy helyben ülünk 3 órán keresztül, hanem közben sétálunk, megnézgetjük a többiek partiját is, és gyakran jobb az, ha elmegyünk egy másik táblához, és megnézzük, hogy ott éppen mi zajlik. És amikor visszamegyek a táblámhoz, akkor igen, leülök, és akár egy 5 perc, vagy egy 10-et gondolkodok egy lépésen, de akkor általában megtalálom a legjobbat. A baranyai kisfaluból származó 17 éves gimnáziumi tanuló halmozottan hátrányos helyzetből érkezett egy pécsi gimnáziumba. Beilleszkedett, szorgalma tanulásban is megmutatkozik, most pedig nem mindennapi eseményen vehet részt Görögországban. Egyedüliként képviselheti hazánkat egy amatőr sakkvilágbajnokságon október 26-ától. Ebben segíti többek között Győri Gábor nevelő tanár. Én sakkszakmai dolgokban nem tudok neki már segíteni. Amiben tényleg segítek neki, az egyfajta ilyen menedzsment, hogy meglegyen a repülőjegy, hogy be legyen fizetve a nevezési díj, hogy lelkileg rendben legyen, hogy a szükségletei, amik kellenek ahhoz, hogy a sakra tudjon koncentrálni, meglegyen. Ezekben tudok segíteni neki, szakmailag pedig igazából most Csiszár Csaba saknagymester az, aki elsősorban egyengeti az útját. A világbajnokságon való részvételhez már eddig is érkezett támogatás, hiszen a költségek 1/3-át már be kellett fizetni. Azonban az ott tartózkodás és az ott zajló további tanulás, oktatás is komoly költségeket igényel. Ehhez szervezi a gyűjtést a Tegyünk Együtt Jót Egyesület. Szükségünk van még edzői díjra. Most már azt merjük mondani, hogy ki tudjuk fizetni az edzőt, ami nem kevés pénz havi szinten, illetve laptopot kell vásároljunk neki, mert hogy a családi háttér miatt sajnos neki nem, ő nem kapott az iskola által. Úgyhogy ez is nagyon fontos, fontos ugye a tanulmányai során is, illetve amikor kint lesz Görögországba, akkor vállalta a mestere edző, hogy online tartja vele a kapcsolatot, és akkor az előző meccseket ellenzi, és így fel tudja készíteni a következő napra még, így segítve őt. Bíznak abban, hogy közös erővel egy fiatal tehetség újabb lépést tehet a siker felé. Köszönnek minden segítséget. Ehhez kéri a támogatást a Tegyünk Együtt Jót Egyesület az alábbi számlaszámra. 25 éves a festő és szobrászképzés, ezzel a címmel nyílt meg a PTM művészeti karán végzett művészek kiállítása. A nagyszabású tárlatnak a Nádor Galéria adott otthont. Az itt látható képek, szobrok a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán végzett művészek alkotásai. Olyanoké, akik korábban akár 25 éve, és olyanoké, akik később végeztek, tanultak itt. Zalaegerszegen született, de Pécsen él és dolgozik Szentgróti Dávid. Friss munkát akart kiállítani, olyat, ami jellemző rá és a művészeti karhoz való viszonyát tükrözi, valamint kapcsolódik a pécsi művészeti élethez. A festőművész Tolvaj Ernő tanítványa volt. 1999-ben az első osztályban kezdtem, az első festő osztályban itt, hogy tényleg 25 éve kezdtem itt a festőszakon a tanulmányaimat, és itt ismertem meg a pécsi iskolát, úgymond, a pécsi modernizmust, aminek egyrészt a szín nagyon fontos eleme, a gesztus és a geometria vagy a szabályosság, és az én festményemben ezt a kettőséget, a szabályos és a szabálytalan gesztusok kettősségét ötvözöm, ezért éreztem jellemzőnek akár az egyetemre, vagy az én festészetemre. Pál Zoltán Munkácsi díjas szobrászművész volt egykoron a szobrászak megalapítója. Ez egy fontos korszak volt, hiszen akkor még léteztek az alkotótelepek, mondja a művész. Hát a siklósi kerámia szimpózión, a Villányi Szoborpark, és a Szoborparkban létrejött a Mesteriskola tulajdonképpen, ami elkezdte a legitimációját annak, hogy a tanárképző az átalakuljon, bekerüljön az egyetemre, tehát bekerüljön ebbe az intézményrendszerbe, és akkor a Rétfalvi hívott be engem ebbe a kísérletbe kvázi,
és a Rókus utcában ott csináltuk meg az első kísérleti szobrász műhelyet, aztán itt volt egy jó kiállításunk a Pécsi Galériában. Ezek ma már valóban az a generáció, akit itt fiatalon emlékezik erre a 25 évre, Mikia Gábor, Nyári Zsolt, hadd ne soroljam tovább, Péter is, én vittem először külföldre, Linda Brumba szimpozióra, tehát ez egy hihetetlenül izgalmas történet volt, és nagyon nagy öröm, hogy valahogy bekerült az egyetemre, tehát hogy ilyen legitimációt kapott, hogy bekerült a felsőoktatásba. Pécs és a régió komoly művészeti tradíciókkal rendelkezik. Ezen belül is a képzőművészet nagyon erősen mindig jelen volt a térségben, a városon belül. Ez az a közeg, amely lehetővé tette, hogy létrejöhessen a művészeti kar, mondja Lengyel Péter, a kar dékánya, szobrászművész. A középfok után egy felsőfokú művészeti képzés is legyen a városban, hogy 96-ban létrejöhessen a művészeti kar, és aztán ezt követően 99-ben elsőként vidéken akkreditáltassunk művészeti képzéseket, hiszen korábban csak a budapesti szakegyetemeken volt művészképzés, vidéken tanárképzések folytak. Ugye ez egy óriási lépés. A legfontosabb talán az volt a kezdetektől fogva, hogy mi nem Budapesttel szemben kívántunk művészeti iskolát alapítani, hanem Budapest mellett méltó szakmai alternatívát nyújtva azon fiatalok számára, akik művészetet szeretnének tanulni. És azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évnek a talán legfontosabb tanulsága, hogy e tekintetben abszolút helyt állt a művészeti kar, és ma már olyan teljesítményeket tudunk fölmutatni, amely nem csak országos, hanem azt gondolom, hogy világ sok pontján megállnak a helyüket. A kiállítást Várkonyi György művészettörténész nyitotta meg a Nádor Galériában Pécsen. A tárlatról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A Pécsi Járásbíróság a napokban megtartott nyilvános tárgyaláson a meghozott ítéletével egy férfit négy rendbeli garázdaság vétsége és két rendbeli testi sértés vétsége miatt, mint különös visszaesőt, halmazati büntetésül 2 év 4 hónap börtönre és 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte. A bíróság szerint a vádlott férfi 4-szer is minden ok nélkül bottal támadt gyanútlanul sétáló nőkre Pécsen. Volt, akinek a kézfejét és a combját ütötte meg, volt, akire hátulról támadt rá és vert rá a csípőjére. Egyszer sikerült az egyik kiszemelt célpontnak elmenekülnie és megúsznia a támadást, de a negyedik megtámadott hölgy nem járt jól, őt ugyanis szemből hasba rúgta. Az ítélet jogerős. Egy 250 négyzetméteres parasztház egy része égett Pécsen, a Szövetkezet utcában szerdán hajnalban. A tűz a nyári konyhát és a garást érintette. A pécsi hivatásos tűzoltók a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két irányból összesen 5 vízsugárral fékezték meg a lángokat. A munkálatok közben több méter hosszan bontották meg a tetőszerkezetet a lakórész felett. Az épületből 3 gázpalackot hoztak ki, amelyeket a tűz nem érintett. A 6 lakó szomszédoknál kap elszállásolást. A régió híreivel folytatjuk. A gyurei templom általános iskola a használaton kívüli bontásra ítélt evangélikus templom megmentésével, átépítésével jött létre 1994-ben. Az intézmény megalapítása óta 5 évente jubileumi ünnepséget tartanak. Ti nem akartok semmi rosszat. Isten akartok rá. De nincs, aki köztetek e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiutoknak vitathatatlan jogot áll. Mindig hálaadó szentmisével kezdik a jubileumi ünnepséget, amelyet Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püspök tart. Ő szentelte fel az intézményt az első évben. Nagy esemény, hogy egy iskola, amiről azt mondják, hogy templomiskola, 30 éve működik, és 30 évvel ezelőtt a templomot nem lebontották, nem megszüntették, hanem átépítették, hogy valóban iskola legyen, és valóban értéket őrizzen. És ezt szeretném megköszönni azoknak, akik 30 évvel ezelőtt a
templomiskola beindításánál jelen voltak. Az eseményen Potápi Árpád János, Tolna vármegye második számú választókerületének országi gyűlési képviselője, nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében kiemelte a keresztény hit megerősítésének fontosságát. Potápi Árpád János szerint európai értékrend és nemzeti eszme e kettő kell legyen a mai iskoláknak a fő hivatása, amelyre lehet építeni, amelyből lehetett erőt meríteni a múltban, lehet erőt meríteni a jelenben és a jövőben egyaránt. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy voltunk, vagyunk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy legyünk is az elkövetkezendő években. 1994-ben indult az iskola, akkor nyitotta meg kapuit augusztus 20-án. Takács József volt az első igazgató, aki átvette ezeket a kulcsokat. Az ötlet 1990-ben fogalmazódott meg, majd az előmunkákat követően egy év alatt épült meg a templom általános iskola. Óriási öröm és egy óriási sikernek könyveljük mi el, mert 30 évvel ezelőtt, nem 30, már 32-35 éve, mikor mi azon álmodoztunk, hogy a lerobbant evangélikus templomból, ami már tényleg romokban volt, hogy abból is eszünkbe jut, és az elődömnek eszébe jutott ez az ötlet, hogy egy iskolát kéne ebből csinálni. Hát ezt mindenki elutasította meg, azt hitték, hogy mi bolondok vagyunk, csúnyán mondva, de hogy ezt sikerült megvalósítani, ezt egy óriási eredménynek tartjuk. A 610 lélekszámú településnek ez az iskola a jelene és a jövője. Dombóvár szomszéd településén, Kaposszegcsőn, a Liget lakótelepen tartották meg a retro garázs avató ünnepséget. Az épületben a 70-es és 80-as évek emléktárgyait, járműveit állították ki, valamint főszerepbe helyezték Bújtor István színész munkásságát. Vadáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere számolt be az eseményről, valamint köszönetet nyilvánított a Parrak családnak, az Ivanics központ, illetve a retro garázs megépítéséért. A Kaposszegcső kulturális életében, rendezvényeibe, további életébe ez egy szintén meghatározó szerep lesz ez a retro garázs. Pont azért, mert mi 2020-ban elindítottunk egy olyan CycleCart kezdeményezést, futamot falunap keretében, egy olyan rendezvény, ahol retro kis autók, 20-as, 30-as, 40-es évekbeli autók kis másai futamoznak, versenyeznek, találkoznak itt Kaposszegcsőn. Bújtor Balázs hangversenymester és hegedűművész osztotta meg személyes élményeit édesapjáról, Bújtor Istvánról, valamint mesélt gyermekkoráról is egy pódiumbeszélgetés során. Édesapámról a sarok az nagyon megható, és ott lesz még egy szobor is, úgyhogy és jó zenék, és fantasztikus, amit most gyorsan le is kevertek, de nagyon örülök, hogy létrejött, és óriási köszönet Parrak Gyulának és családjának, hogy ezt bevállalta, hogy csinál egy ilyet, és hát látszik, hogy azért körülbelül 100-an itt voltak, hogy milyen népszerű még mindig ez a dolog. Somogyvári János, a Somogy Klasszik Oldtimer Egyesület elnöke is díszvendéggé kapott meghívást az eseményre. Ez egy akkora lépés a veteránjárműves társadalom szempontjából, főleg a régióban, ahol hasonló kezdeményezést se tudunk említeni. Ráadásul ez egy retro gyűjteménnyel, egy Bújtor István emlékhelyel kiegészítve. Pinter Szilárd, Dombóvár polgármester is megtartotta ünnepi beszédét. Én nagyon remélem, hogy ez a ma megnyitott retro garázs nagyon sok látogatót vonz, és nagyon sok fiatal megnézni ezeket az eszközöket. Ugye itt volt egy évszám, hogy 80 előtt, aki született. Én azt gondolom, hogy igen, 80 előtt, aki született, az itt feltöltődik. Nyilván az érzelmek előkerülnek, de azt gondolom, hogy ez a fiatalabb generációnak is egy tartalmas időtöltés lehet, és remélem, hogy nagyon sokan ide fognak jönni. Az állafogadás után levetítették a Pogány Madonna című filmet, ami után a résztvevők gazdag élményekkel térhettek haza. Lekvárokkal, csalamádéval, zöldségfélékkel és kézműves termékekkel készültek a somogyi települések az idei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárra. Az eseményen elhangzott, Somogyban folyamatosan csökken a közfoglalkoztatottak száma. A vármegyében jelenleg 10.096 álláskereső van, ami csaknem az elmúlt évtized legjobb foglalkoztatási adata.
Már reggel nagy volt a nyüzsgés Rádpusztán, negyedik alkalommal mutatkozhattak be azok a somogyi települések, ahol évek óta sikeres a közmunkaprogram. Nyimről friss zöldségekkel érkeztek a dolgozók. Gyakorlatilag a közfoglalkoztatással szinte az indulástól, tehát 2013-tól foglalkozunk a településen. Én úgy ítélem meg, hogy nagyon jelentős volt annak idején a település életében, hogy egyáltalán bevállalta az akkori polgármester. És tehát a több mint 27 közfoglalkoztatottunk volt a 330 lelkes településen belül. Úgyhogy tényleg alternatívát nyújtott ahhoz, hogy tehát el tudjanak indulni azon az úton ezek az emberek, hogy a munkavilágába vissza tudjanak lépni. Gige település Csalamádéval és Szilvalekvárral mutatkozott be az eseményen. Mások zöldségekkel, illatgyertyákkal és más kézműves portékával érkeztek Rádpusztára. Kitörési lehetőségként kell tekinteni a közfoglalkoztatásra. Ezt már Neszményi Zsolt főispán mondta. Hozzátette, Somogy speciális helyzetben van a Balaton miatt, ezért az ország más területeihez képest eltérőek az adatok. Somogy vármegyében most az augusztus végi adatok alapján 10.096 álláskereső volt. Ez a 10.000-es határ alá éppen majdnem bementünk nem olyan régen. Tehát most nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 20 év legjobb adata, de ahhoz közel vagyunk. Egy minimális emelkedés számolhatunk be az elmúlt év azonos időszakához képest, egy 0,6%-os emelkedés következett be is. De hát tudják, Somogy vármegyének egy speciális adottsága a turisztika, a Balatonpart közelsége, és ilyenkor természetesen, amikor vége a balatoni szezonnak, akkor emelkedni szokott az álláskeresők száma jelentősebben, mint más megyékben, ott nincs ez a ciklikusság, úgyhogy ennek betudható, hogy egy pici emelkedés tapasztalható. A programon Réti Pál helyettes államtitkár arról beszélt, a kormány célja az volt, hogy a közfoglalkoztatási rendszert megreformálja. Ennek eredményeként folyamatosan csökken a közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma. Egyéni szintű gazdasági hatásait, ha vizsgáljuk a közfoglalkoztatásnak, kulcs szerepet tölt be a részvevők jövedelem szintjének emelésében, életkörülmények javításában, és én azt hiszem, hogy a közfoglalkoztatás nagyon jelentős eredményeket tud felmutatni az inaktívaknak az aktivizálásában és a munkaszocializációs hátrányoknak a felszámolásában. Én még emlékszem arra, amikor 220 ezer fölött volt a havi átlagos létszámunk, 16-tól folyamatosan csökkenő tendenciának és létszámnak vagyunk szemtanúi. Most durván 68 ezer fő van a közfoglalkoztatásban. A kiállítás mellett Rádpusztán tartották a negyedik országos hal- és vadpörkölt főző versenyt is, amelyre szintén számos somogyi települést nevezett. Híradónk végén Baranyi témái még egyszer röviden. Csontok oktatás, haszonszerzés, emberi test illegális felhasználásával vádol orvosokat az ügyészség. Szakmaismereti rendezvényeket mutatták be Belgrádban, elismerést kapott a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Sok világbajnokságra készül egy baranyai fiatal, támogatás kell a hátrányos helyzetű sakkozónak. 25 éves a festő és szobrász képzés ünnepi tárlata a Nádor Galériában Pécsen. Csütörtökön egy mediterrán ciklonnak köszönhetően marad a felhős esős idő, a Dunántúlon feltámad a szél. Az átlagosnál hűvösebb időre készülhetünk, reggel 12-14, délután 15 és 17 fokot mutathatnak a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!